Pattogó zenére főtt a finom kötött leves a nagyecseri művelődési ház udvarán. Ez az étel egy helyi különlegesség, amelyet Nagyecseden minden héten főznek. Így néz ki, amikor elkészül. A kötött tésztát kézzel gyúrjuk. Egy gyúrt tészta, amit paprikás hagymás zsírral lekenünk, azt feltekerjük és meggörcsöljük. Látszólag hagyományos módon készült a pörkölt, de mégis különleges cigányrecept szerint. Kicsit színesebb és kicsit markánsabb az íze. A helyi hagyományőrző egyesület elnöke azt mondta, számukra személyesen is fontos az őseik tudásának átadása. A család életében az a legfontosabb, hogy továbbadja azokat a hagyományokat, hogy tudják azok a gyerekek, majd felnőkként, hogy hova tartozunk, milyen társadalmi réteghez, és mik a mi kulturális szokásrendszerünk, ami fontos, vagy éppen egy kicsit eltér a társadalomtól, és miért fontos ez, és miért kell erre büszkének lenni. Nem csak az ételekben, de a zenében is megelevenítették a cigány kultúrát, a Gyöngyszemek hagyományőrző együttes zenélt. Nagyobbak és kisebbek pedig a népviseletet is bemutatták. A megye önkormányzatnak az identitás szerepéhez volt forrása, Európai Uniós forrásból a TOP keretében kanyarítottunk le egy nagy szeretet, és azt gondoltuk, hogy az embereket szórakoztatni kell, meg kell mutatni a szépséget, a kézügyességet, a gasztronómiai élményeinket, és ez az identitás, itt most Nagyecseden, az ecsedi identitás, de leszhetjük szatmári identitásnak, ebből ki fog nőni egy megyei, aztán pedig egy országos, végül egy nemzeti, azt gondolom, hogyha nincsenek megyék, nincsenek hajszárak, nincsenek települések, az értéktár, Maracs Endre, alelnök barátom is itt van, a Nemzeti Értéktár is erről szól, hogy keressük meg, hogy miben tudod a közösség valamit megmutatni, milyen van neki, milyen értéket őrizzük. Azt gondolom, hogy a kulturális érték az egyik legnagyobb kincsünk. Tegnap este éppen Máté Szalkán, a Máté Szalki Művészeti Általános Iskolának volt egy évzáró ünnepsége, ahogy diákok megmutatták, hogy mit tanultak egész évben. Nagyon büszkén vettem ott is részt, hiszen az is része a mi kultúránknak, ott már egy tanítási formában, képzési formában veszünk részt, itt pedig egymást tanítják az emberek, azt gondolom az itteni roma és magyar néptánccsoport magyarországi kulturális térképre feltette a nevét. Erre én nagyon büszke vagyok, hiszen itt a Nagyecsed az én választókedvem egyik sarkalatos pontja. A rendezvényt a megyei önkormányzat szervezte, és része volt a múlt évben indult identitás programnak. Ha meg szeretném fogalmazni, akkor három szót mondanék. Az érték, örökség és összetartozás, ez a három szó. És pontosan azért, mert egyrészt értékekről beszélünk, hagyományokról, olyan múltban gyökerező csodákról, amelyek a magyarságot is meghatározták, összetartozásról, hiszen itt azért láthatunk roma hagyományokat, láthatunk néptánc hagyományokat, és találkozhatunk a kárpátaljai hagyományokkal, akár a néptánc, akár a népzenei kincsben, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan egységet képez, amely az identitásunknak az alapját képezi. És hát az örökség az pedig adja magát, hiszen itt valóban egy olyan kulturális örökséget láthatunk, amely nem csak Nagyecsedre jellemző, de mégis Nagyecsed az egyik bölcsője, akár mondjuk, hogyha a néptánc hagyományokra gondolunk, és mégis nagyban határozza meg azt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei identitást is, amelyre mi büszkék vagyunk, és amelyet mi szeretnénk kihangsúlyozni az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel, hiszen ez a nagyecsedi rendezvény is egy sorozatnak a része. És azt hiszem, hogy egy nagyon jó helyszínt találtunk, és valóban meg tudjuk mutatni azokat a kincseket, és azt az értéken, összetartozáson és örökségen alapuló identitásőrzést, amely azt hiszem, hogy nagyon fontos ebben a mai zűrzavaros világban. A nagyecsedi értéktalálkozó célja az volt, hogy bemutassa és egyúttal elősegítse a mi szatmáriak érzést a résztvevőkben.